Ahogy megtörtént ez, hogy éppen a 17 éves Sorokmajori templom mellé épül a közösségi ház. Már szerkezetkész az épület, amit csütörtökön járt be az egyház képviselőjével és a helyi civilekkel a polgármester. Ennek a városrésznek az első olyan közösségi háza lesz, ahol lehetőség van összejönni, lehetőség van kicserélni gondolatainkat. Sok a fiatal a Sorokmajori városrésze. A közösségi ház a várakozások szerint 50-70 embert mozgósít majd. Ehhez kell nagyon ez a közösségi hely, hogy ne a buszváróba kelljen nekik társaság életet élni, meg hát a játszótéren. A Sorokmajori templom eddig is helyet adott kulturális programoknak. Ez így kevés volt. Tehát itt egy olyan megnyílt lehetőségre van szükség, ahol a falu apraja nagyja, és gyönyörűen szépen a szervesen a templom mellett össze tud gyűlni. Összesen 23 millió forintból épül a közösségi ház, ebből 7 millió forint az önkormányzati forrás. Egy rész egyházi támogatás, a többi állami pályázati pénz. A tervek szerint már idén birtokba vehetik a helyiek az új közösségi központot a Petőfi telepen.